Köszönet a nemzeti konzultációban való részvételért sajtótájékoztatót tartott Tiba István országgyűlési képviselő. A társadalmi emlékezet ébren tartása, megújultak a hadisírok a köztemetőben. Lakossági fórumot tartott az önkormányzat a lakótelep külső és belső területének megújításával kapcsolatban. A Városnapon adták át a Hajdunánás 2017 és a Fotóz Hajdút fotópályázat díjait. Városi alsótagozatos helyesíró versenyt rendeztek a Bocska István általános iskolában. Karácsonyi ünnepség a Segítséggel Élők Alapítványának ellátottjai részére. A nyugdíjas pedagógusokat köszöntötték a Bocska István általános iskolában a Csillagszóró programon. A Magyar Vöröskereszt hajdunánási területi szervezete karácsony alkalmából megajándékozta a szociálisan rászoruló családok gyermekeit. Kiosztották a Nánás Angyala elnevezésű jótékonysági karácsonyi gyűjtés adományait. Karácsonyi ünnepség a Bocska István általános iskola Kőrösi Csoma Sándor kollégiumában. 3 hétvége, 2 helyszín és több mint 900 gyermek. Ez volt idén a Hajdúvárosok labdarúgó torna. Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Önök Nánási Krónika című műsorunkat látják. Sajtótájékoztató keretében mondott köszönetet Tiba István országgyűlési képviselő december 20-án mindazon választópolgároknak, akik visszaküldték a nemzeti konzultációs kérdőíveket. Az idei nemzeti konzultációban több mint 2 millióan vettek részt, és döntő többségében kiálltak a kormány migrációs politikája mellett. Mint ismeretes, ez év októberében indította el Magyarország kormánya az újabb nemzeti konzultációt a migráns kérdés a kötelező betelepítési kvótával kapcsolatban. December 1-ével zárult a kérdőívek visszaküldésének határideje, amelyek feldolgozása során kiderült, minden eddiginél többen küldték vissza a kérdőíveket, elsöprő többségben elutasítva a brüsszeli kötelező kvótát és az ezzel járó súlyos következményeket. Választókerületünk országgyűlési képviselője Tiba István sajtótájékoztató keretében mondott köszönetet a konzultációban résztvevők aktivitásáért, amellyel segítették, segítik a kormány migráns kérdésben képviselt álláspontját. Tisztelettel köszöntöm a sajtó résztvevőit a mai sajtótájékoztatónkon, amelynek témája tulajdonképpen egy köszönet a nemzeti konzultáció sikeres lebonyolításával kapcsolatban, hiszen ez most minden idők eddigi legsikeresebb nemzeti konzultációja. Több mint 2.300.000-en töltötték ki a konzultációs ívet, illetve töltötték ki interneten ugyanezt a formulát. Egészen pontosan számszerűleg ez úgy néz ki, hogy olyan 170.000-en interneten és 2.150.000-en levélben küldték vissza a kérdésekre adott válaszaikat, amelyből egyértelműen kiderül, bár még tart a feldolgozása a konzultációs íveknek, de ha jól tudom, olyan 90%-át már feldolgozták, és ebből egyértelműen látszik az, hogy a magyarok igenis nem kérnek a kötelező betelepítésből, nem kérnek azokból a elképzelésekből, amelyeket Soros György vázolt már többször több fórumon, és amelyekhez sajnos azt látjuk, hogy az Európai Unió többsége is partner lenne, magyarul a felső korlát nélküli betelepítéshez, aztán abban, hogy a betelepített migránsoknak 2 év alatt 9 millió forinttal kelljen támogatást adni a költségvetésből, és a magyar emberek egyértelműen kimondták a véleményüket, hogy köszönik szépen, ebből nem kérnek, és egyetértenek a kormánynak a politikájával, magyarul, hogy védjük meg Magyarországot ettől a kötelező betelepítéstől, minden eszközzel, beleértve a kerítést is, és természetesen leginkább a nagyon kemény politikai csatározásokat, ugye, amelyek elsősorban Brüsszelben zajlanak. Az utóbbi hetek, napok nemzetközi történései azt jelzik, nem vagyunk egyedül, vannak hasonló gondolkodású politikai erők az unión belül. Azt láthatja mindenki, hogy már nem egyedül vagyunk, hiszen a V4-ek is mellettünk vannak. Ausztriában is várható egy komolyabb változás, hiszen a választás eredményeként ott is egy jobboldali kormány alakult meg, akik jelezték, hogy határozottabb elképzeléseik vannak a betelepítésről. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon fontos lépés ez a kormány számára és a magyar
polgárok számára is egy megerősítés a kormánynak és a miniszterelnöknek abban, hogy igenis erről az útról nem szabad letérni, ki kell tartani és küzdeni kell mindenképpen, annak ellenére, hogy minden téren nyomást próbálnak gyakorolni Magyarországra. A nyomásgyakorlás egyik belföldi formája a mostanában elindított úgynevezett civil irodák létrehozása. Ilyen civil irodákat szerveznek éppen itt Debrecenben is, amelyeknek a célja az lenne, hogy különböző hálózatokat hozzanak létre, és ezzel népszerűsítsék a Soros úrnak az elképzeléseit. Nem véletlenül időzítették ezt mostanra, hiszen következő év tavaszán választás lesz, tehát azt látják, hogy a jelenlegi kormány élen a miniszterelnökkel kitart és megvédi Magyarországot a kötelező betelepítéstől. Tehát innentől kezdve megpróbálják azt elérni, hogy a következő időszakban, tehát a választás követően ne ez a kormány vezethesse Magyarországot, hanem olyan kormány, jelesül is a mostani ellenzékből összeálló esetleges kormány, amelyek, akikről tudjuk, hogy egyértelműen egyikőjük sem határolódott el a betelepítéstől, sőt a DK és az MSZP kinyilvánította, hogy igenis ő ehhez hozzájárulna. A Jobbiknak a vezetője is, ugye, ha visszaemlékszünk, azt mondta, hogy egy 1200 migráns befogadni az nem olyan nagy dolog. Tehát egyikőjük sem védené meg Magyarországot, ezért is van óriási tétje a következő választásnak. Nem könnyű hónapok következnek, mondta képviselő úr, hiszen rövidesen kiírásra kerül a jövő évi parlamenti választás, és lesznek nem is kevesen, akiknek majd semmi sem lesz drága ahhoz, hogy leváltsák a jelenlegi kormányt. Nehogy azt gondolja bárki, hogy ezek a támadások, ezek csökkenni fognak, ezek erősödni fognak a következő időszakban az előbb elmondott okok miatt. Azonban még egyszer én hálásan köszönöm minden a választókerületben élő lakosnak a településeken, itt Hajdúböszörményben, Balmazújvároson, tehát mind a 10 településen, Hajdúnánáson, hogy részt vettek a nemzeti konzultációban. Jó érzés volt tapasztalni azt, amikor nem kapták még meg az ívet, akkor aggódtak, hogy vajon ők kapnak-e, tehát megkerestek, kérdezték, és utána azt is tudom, hogy nagyon-nagyon sokan kitöltötték innen is. Ez mindenképpen egy nagyon fontos megerősítés a kormánynak, a miniszterelnöknek és természetesen a parlament azon frakcióinak, akik a kormányzati frakcióhoz tartoznak, itt a Fideszről és a KDNP-ről beszélek elsősorban, és természetesen nekem is, és én nagyon remélem, hogy a következő időszakban is egy ilyen megerősítéssel hatékonyan tudja a miniszterelnök úr képviselni Magyarországot, és közösen a magyar emberekkel meg tudjuk védeni attól, hogy igenis Magyarország a magyar emberek országa maradjon, és ne kelljen különböző külföldi érdekek alapján ide bárki beengedni ebbe az országba. A Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeuma még az elmúlt év végén írt ki pályázati támogatást a Magyarországon fellelhető első világháborús hadisírok rendbehozatalához. A szükséges költségvetési eszközök biztosításáról szóló kormányhatározat alapján kapott felhatalmazással közel 200 hazai temető hadisírjai, emlékművei és hősi parcellái újultak meg. Ezen pályázat keretében a Hajdúnánásváros önkormányzata 4 millió forintot nyert a hősi temető felújítására. A hadisírok ünnepélyes felavatására december 13-án került sor katonai tiszteletadás mellett. Az első világháború során a különböző frontokon több mint 600 ezer magyar katona halt hősi halált, köztük közel 700 hajdunánási honfitársunk. A harcokban elesett és sebesüléseikbe itthon elhalt katonák számára Hajdúnánáson, mint az ország szinte minden településén, törvényi előírás alapján már 1916-ban kialakították a hősök temetőjét. Ez a hősi temető a 100. évforduló alkalmából kormányzati segítséggel egy országos pályázati program keretében teljesen megújult, melynek avató ünnepségére december 13-án délután került sor katonai tiszteletadás mellett. A megjelent vendégeket elsőként Szólá Tibor polgármester úr köszöntötte. Régen készülünk erre az alkalomra, hiszen az elmúlt hónapokban itt azért nagyon sok munka zajlott, és nyilván a köszöntés jogán nekem annyi tisztebb most itt, hogy megköszönjem elsősorban a Honvédelmi Minisztériumnak, másrésztől meg azoknak a kollégáknak, azoknak a embereknek, akik az elmúlt hetekben, hónapokban nagyon sokat dolgoztak azért, hogy ezek a sírok így nézzenek ki. Külön szeretném megköszönni Buczko József kollégámnak, aki nagyon sokat dolgozott azért, hogy
valóban méltó legyen ez a hely a mai alkalomra. 3,5 hónap van mögöttünk, sőt a mai nappal bezárólag inkább 4. Még javában sziporkázó napfény volt, amikor elkezdtük a munkát, hiszen ebben a temetőben rendet kellett vágni a szó katonai értelmében, hiszen ezek a sírok időközben már elfáradtak, a sírjelek megbuktak, megdőltek egy kicsit, tehát vissza kellett állítani azt a régi katonás állapotot, ami egykoron jellemezte ezeket a sírokat. Ezen túlmenően minden egyes követ meg kellett tisztítani, minden egyes feliratot újra kellett írni, illetve minden olyan sérülést, repedést, ami ezeket időközben érte, ezeket ki kellett javítani, és hát ugye látható, hogy vannak sírkeretek, ezek is megsüppettek, megrogytak, tehát ezeket is meg kellett emelni, alájuk betonozni, méltó állapotba hozni, és ami talán keretet ad ennek a helynek, vagy talán legfőbb ékessége is, hogy sikerült a régi felső temetőből, az elhagyott helyekről olyan kerítés részeket, kovácsoltvas kerítés elemeket összegyűjtenünk, amelyeket felújítás, restaurálás után ide helyeztünk a hősi parcellának a keretezésére. Itt azért gondoljuk végig, hogy nem csupán a sírkövekkel, hanem a körülmények megteremtésével, parkosítással, növények telepítésével, lakatos munkával, egyéb könyves munkákkal, tehát nagyon-nagyon sokrétű feladat volt, amit el kellett itt végezni. A glédában álló sírkert előtt sikerült egy emlékoszlopot is elhelyezni, amely tájékoztat arról, kiknek a végső nyughelye ez a temetői rész. Már 100 esztendőre vagyunk az akkori történésektől, az első világháború, tehát a nagy háború eseményeitől, és azért több generáció leélte már itt az életét, tehát nem árt kőbevésni, hogy igazából mi is ez a hely. A nagy háború hőseire és a későbbi katonai áldozatokra, a példákra, a magyar katonák hősiességére emlékezett Tiba István, országgyűlési képviselőnk is. A múlt és a jelen egymásba fonódását szimbolizálják számunkra ezek a hadisírok. Úgy gondolom, hogy a magyar katona vesse bárhová az élet, szolgáljon bármely beosztásban, megállja, mindig is megállta a helyét. A legjobb tudása és felkészültsége szerint teszi dolgát, szolgálja Magyarországot. A katonák hősök voltak, mert a hazánkért harcoltak és haltak meg. Nekik köszönhetjük, hogy a magyar név nem a gyávaság, a megfutamodás, hanem a soha fel nem adás, a hősiesség szinonimája lett. Ugyanakkor áldozatai voltak egy olyan korszaknak, amely végül a vesztes államok részére súlyos következményekkel járt, és egy olyan háborúnak, amely átrajzolta Európa és hazánk térképét. Több millió magyar honfitársunk idegen országba került anélkül, hogy egy utcányit is átköltözött volna máshová. A határon kívülre került, az ott álló emlékműveknek, a magyar embereknek sokszor kellett és kell a mai napig ellenállniuk a hatalom szorításában. Sok évtizednek kellett eltelnie ahhoz, hogy a magyar nemzet határokat átívelő egységéről, minden magyar iránti felelősségről egyáltalán beszélhessünk. Országunk költségvetése több mint 2 milliárd forinttal járult hozzá 174 magyarországi, illetve határon kívüli emlékhely megújulásához. Végre határon innen és túl mi, magyarok, együtt eleveníthetjük fel a hőstetteket, együtt élhetjük meg hőseink tiszteletét. A katona, az örök katona helytállásáról sok irodalmi alkotás született, de talán az egyik legmegrendítőbb a hajdunánási születésű Vihar Béla legendás verse, az Egy katona megy a hóban, amelyből Miske László színművész adott elő egy részletet. 17 nap és 17 éjszaka. Nem, évszázadok és évezredek óta én vonulok, én a katona a hóban. Ajkam kiáltásra nyílik, széthasad, mint a seb, kiáltok, miként a gyermek, aki először riad a magányi szonyatára. Hozzád, hozzátok szólok, a száguldó fergeteg és az idő közbevont messzeségéből. 17 nap és 17 éjszaka. Láttok-e még engem? A hajdunánási hősi parcella újbóli átadásán és megszentelésén avató beszédet dr. Földvári Gábor, a Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkára mondott. Nem könnyű megszólalni egyáltalán, amikor az ember egy temetőnek a kapujában áll, mert kik is vagyunk mi, mit is mondhatnánk,
azoknak a sírjánál, akik az életüket adták, miért is. Az életüket adták a hazáért, az életüket adták értünk késői utódokért. Ahogy képviselő úr említette, nem lenne Magyar Honvédség azok nélkül, a katonák nélkül, akik küzdöttek azért, hogy ez a haza 100 évvel később is a mi hazánk legyen. De nem lenne hazánk sem az ő áldozatuk nélkül. Nem csak a halálukra gondolunk, hanem azért arra az áldozatra is, amelyre azt szoktuk néha mondani tévesen, a legdrágábbat adták oda. Nem, ők úgy gondolták, hogy a legdrágább valami más, a legdrágább a közös haza. És ez megéri azt az áldozatot, ami az ő életükbe került. Ők méltónak találtattak halálukban ezért a hazáért. És ha csöndben maradunk és értük, néhány gondolatot, néhány imát elmondunk, akkor talán halljuk azt az üzenetet, ami 100 évvel korábbról hozzánk eljut. Halljuk azt a kívánságot, amit talán az utolsó perceikben, utolsó óráikban haza küldhettek, azt a gondolatot, hogy ha ők meghaltak, mi éljünk ezért a hazáért. És amikor most meghajtjuk a fejünket az ő áldozatuk előtt, akkor meghajtjuk a fejünket azok előtt is, akik hiába várták őket haza. Azok előtt, az édesanyák előtt, azok előtt, a feleségek előtt, azok előtt, a gyermekek előtt, akik az első világháborút követően soha nem ültek már körbe egy asztalt teljes létszámmal. Soha nem ültek már körbe egy asztalt úgy, hogy egy tányér nem maradt volna, egy szék nem maradt volna üresen. És mégis 100 év után mi késői utódok emlékezhetünk rájuk úgy, hogy itt egy teljes közösséget alkotva élünk azért a hazáért, amelyért ők meghaltak. A mi feladatunk, hogy ne felejtsünk. A mi feladatunk, hogy életünkben váljunk méltóvá arra, amire ők halálukban váltak méltóvá. A látványában is impozáns katonai temetőt újból megszentelték és megáldották három történelmi egyházunk papjai. Mindenható Istenünk, szálljon áldásod erre az első világháború áldozataira emlékeztető, felújított emlékműre és sírokra, hogy mindenkiben, aki rátekint, részvétett, a háború áldozatai iránti tiszteletet ébresszen. Azokat, akikre itt fájó szívvel gondolunk, fogad az örök béke honába. Zaklatot és szörnyű véget ért földi életük után te légy számukra a megnyugvás, a boldogság és a véget nem érő élet. Figyelmeztessen ez a hazánkért életüket áldozókra emlékeztető emlékmű és sírok magyar hazánk iránti kötelességünkre, felelősségünkre. Adj, Uram, a megholtaknak örök nyugodalmat. Áld meg, és tedd ezt a felújított emlékművet és sírokat az emlékezés szent helyévé. Emlékezz, Uram, mi történt velünk. Tekints ránk, és lásd meg gyalázatunkat. Örökségünk bitorlókra szállt, házunk idegenekre. Apátlan árvák lettünk, anyáink pedig özvegyek. Az örökkévaló Isten kegyelme, irgalma és szeretete legyen népünkkel és a ma élőkkel úgy, hogy mindig tudjunk emlékezni rájuk. Amen. Szent Urunk, mindenható Atya, örök Isten, ki megszentelsz és jobbá teszel minden helyet, ki a mennyből a földre küldesz minden áldást, te magad áld meg a temetkezési helyet, hogy az általad kiszólított és itt elhantolt emberi testeknek békés aluvásra és boldog nyugalmára találjon. Lelkünk pedig a mennyei Jeruzsálembe helyeztetvén élvezzék édes gyönyöreidet,
és örvendezzenek és vigadozzanak, míg csak az ítélet nagy napján vissza nem nyerik testüket a sírokból, és jó cselekedeteik gyümölcsével együtt meg nem jelennek az eleveneket és holtakat ítélő Úr előtt. Ugyanazon fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme által, kivel és a te szent lelkeddel egyetemben téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Megáldatik és megszenteltetik, megszenteltetnek ezek a sírok, ezek az emlékhelyek az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. A már újból beszentelt megáldott temető és emlékű átadását követően a résztvevők egy-egy szál fehér rózsát helyeztek el a sírokon. Ezt követően a Magyar Tartalékosok Szövetsége hagyományőrző tagozatának tagjai első világháborús ágyúlövéseivel tisztelettek a hősi halált halt katonák emléke előtt. Tűz! A méltóság teljes, lélekig ható emlékezés és tiszteletadás zárásaként, mint minden ilyen esetben, felcsendült a magyar takarodó, melynek egyre halkoló hangjai búcsúztatták múltban és jelenben hősi halált halt katonáinkat. December 15-én a Bocskai Filmszínház adott otthont egy lakossági fórumnak, abból az apropóból, hogy az Ady Endre körút Mártirok úti lakótelep belső és külső területének megújítása és a piac fejlesztése veszi kezdetét a következő időszakban. A 600 millió forintos beruházás keretében a lakótelep teljes belső területét, ezzel együtt a körülölelő szervízutat is felújítják. A megjelenteket Szólát Tibor hajdnárás polgármestere köszöntötte, aki röviden bemutatta azokat a főbb beruházási elemeket, amelyek, mint fogalmazott, mindenki számára előremutató fejlesztések lesznek. A lakótelep belső területén 500 méter hosszúságú futópályát, elkerített játszótereket, sportpályát, fitnessparkot, kutyafuttatót, kerékpártárolókat, egységes kerti asztalokat, padokat, hulladékgyűjtőket alakítanak ki, mindemellett több ütemben telepítenek fákat és cseréket. A fórumon szó esett a Mártirok útja és az Ady Endre körút által határolt lakótelep szervízútjáról is. Ennek kapcsán elmondták, hogy a meglévő térítésmentesen használható parkolók és csapadékvíz elvezető rendszerek is felújításra kerülnek. Mindemellett a zöld felületek nagysága nem fog változni, továbbra is változatlanul a fás zöld terület fog dominálni. A pályázat része az Ady Endre lakóparkban egy nánási zöldelő tanösvény kialakítása is, amely a gyerekek és a szülők környezettudatos kikapcsolódását teszi majd lehetővé, a helyi termékekre fókuszálva, 10 darab interaktív állomással, mobil applikáció segítségével. A pályázat keretében a lakópark felújítása mellett folytatódik a termelői piac korszerűsítése, amelynek eredményeként 8 darab új árusító faházat, és 4 darab árusítóasztalt helyeznek el, elsősorban a nánási portéka védjegy használói és a helyi termelők számára, valamint napelemrendszert építenek ki, és a piac területét is tovább fásítják. A hagyományokhoz híven idén is a Városnapján rendezték meg a Hajdunánás 2017 fotópályázat kiállításának megnyitó ünnepségét és díj átadóját. A pályázatra 3 kategóriában több mint 400 alkotás érkezett, köztük számos olyan, mely városunk természeti szépségeit és épített környezetét mutatja be. Ebben az évben elsőként a Fotóz Hajdút fotópályázatra is küldhettek képeket az amatőr és a profi fotósok, melyeken a 4. Hajduk világtalálkozója rendezvény legérdekesebb pillanatait örökítették meg.
A hajdunánási városnapi programok részeként került megrendezésre a Fotóz Hajdút fotópályázat eredményhirdetése és a felhívásra beérkezett fotókból összeállított kiállítás megnyitója. A Nánás Prokultúra Nonprofit Kft. Idén első alkalommal hirdette meg a fotópályázatot, amelyre olyan képeket vártak, melyek az augusztusban megrendezett nagyszabású 4. Hajdúk világtalálkozója rendezvényhez kapcsolódóan készültek. Az ünnepélyes díjátadón Magyar István, a Hajdúk világtalálkozójának kapitánya mondott köszönetet az alkotóknak, akik különleges módon örökítették meg a hagyományőrző rendezvény legérdekesebb pillanatait. 4 évvel ezelőtt, amikor elkezdtük ezt a rendezvény sorozatot, a Hajdúk világtalálkozóját, nem igen gondoltam, hogy előbb-utóbb ez a rendezvény egy csomó más rendezvényt is fog generálni, és elérkezünk egyszer egy olyan pillanathoz, amikor történelem részeivé válnak azok a katonai hagyományos barátaim, akik eljönnek erre a rendezvényre, mivel fotoművészek megörökítették őket, innen már az ég meg nem ment őket attól, hogy a történelembe bene épüljenek. A pályázatra 4 kategóriában nevezhettek az amatőr és profi fotósok. A leglátványosabb képek a csata jelenet kategóriában készültek, melyeken megelevenednek azok a kórhű és izgalmas harcok, melyeket a hajdu csapatok vívtak, és szinte érezhető a lőporszag, és mintha az ágyú dörrenést is hallani vélnénk a képek nézegetése közben. Ezek közül Török Zoltán Kész Tűz című alkotása nyerte el a leginkább a zsűri tetszését. A tábori élet legérdekesebb pillanatait is lencse végre kapták a fotósok. Ebben a kategóriában Farkas Tamás Tüzérségi előkészületek című képe kapta az első díjat. A portrék között Űz László alkotása fogta meg leginkább a zsűrit, aki a Basa nevet adta fotójának. A rendezvényfotó kategóriában szintén Űz László nyerte az első díjat egy 4 ökrös szekeret ábrázoló képpel. Az első alkalommal meghirdetett Fotóz Hajdút pályázat igen sikeresnek bizonyult, hiszen összesen 123 fotó érkezett be, és vélhetően jövőre még inkább kedvet kapnak az amatőrök és a gyakorlott fotósok is, hogy megörökítsék a Hajdúk világtalálkozójának leglátványosabb eseményeit. A hagyományokhoz híven szintén a városnapján kerültek kihirdetésre a Hajdunánás 2017 fotópályázat eredményei is, a Művelődési Központ galériájában megrendezett fotókiállítás megnyitóján. Az eseményen Csíszár Imre, Hajdunánás alpolgármestere köszöntőjében kiemelte, mit jelenthetnek a kiállított fotók az itt élő emberek és a város életében. A fotózásról is sokan gondolják azt, mint mondjuk a fociról, vagy a politikáról, hogy ahhoz mindenki ért. Hogyha ezeket a képeket végignézzük, úgy gondolom, hogy erre bőven rá cáfolhatunk. Mi is láthatjuk valószínűleg, meg találkozunk is nap, mint nap, ezekkel a tájakkal, utcarészletekkel, épületekkel, emberekkel, de mégsem úgy, ahogy az alkotója találkozott. Mégsem azt látjuk benne, amit az alkotója, viszont amit az alkotója látott benne, azt minden bizonnyal mi is fogjuk látni, amikor végignézünk rajta. És gyakorlatilag, ahogy így végignéztem itt a megnyitó előtt, igen, csak kedvem támadta ahhoz, hogy ezek alapján, a képek alapján ezeket megnézzük, akár más évszakban is, vagy majd, amikor úgy hozza, hogy megint nyár lesz,
ugyanezeket ugye nem lehet megismételni, de mégiscsak valamit szeretne az ember ellopni, eltenni magának, és az örökké valóságnak megőrizni. A fotók erre kiválóan alkalmasak, főleg azok a fotók, amelyek ilyen művészi igényességgel készülnek. Az idén már 10. alkalommal megrendezett fotópályázatra több mint 400 pályamű érkezett, összesen 15 fotóstól, melyeket ez alkalommal is 3 kategóriában díjazott a zsűri. Emberek, rendezvények, események, témájú képek között Ádám Tamás Tükörkép című alkotása nyerte el az első helyezést, aki már évek óta rendszeres résztvevője a fotópályázatnak, és ez alkalommal egy esküvőn készített képpel nyűgözte le a zsűrit. Egy esküvőn készült, illetve egy esküvő előkészülete volt. Egy kedves menyasszony megkért rá, hogy mind az esküvőjét, egy kedves pár megkért, hogy az esküvőjét is fotózzam, illetve megbeszéltük, hogy a készülődést is fotózzam, és akkor hát igazából korábban láttam én már hasonló kivitelezésű képeket, onnan jött az ötlet, az megtetszett, hogy egy ilyen tükör a tükörben úgymond, és akkor ezt fotóztam le. A tehetséges fiatal fotósnak nem munka, sokkal inkább szenvedély a fotózás, és fontos számára, hogy minél szélesebb körben megismerhessék a képeit. 3-4 éve aktívan fotózok, igazából a nánási pályázatra mindig szoktam nevezni, most idén sajnos egy kicsit kevesebb időm volt nánási gépeket készíteni, ez meg is látszott a pályaművek darabszámában, de örülök, hogy eredményes voltam. Nekem ez fontos, hogy a nánási közönség előtt, vagy aki kíváncsi a fotókra, az tudja, hogy én is fotózok, meg lássa a munkáimat. A várostábrázoló alkotások között Török Zoltán villanypásztorok képe lett a legjobbnak ítélt, aki már 5 éve rendszeres résztvevője és díjazottja is a pályázatnak. Óta fotózok, azóta adok be képeket, idáig hál' Istennek sikerült mindig valami díjat elhoznom. Most beadtam 40 képet, úgy látom 12 a falra került, de nem az a 12, amit vártam volna, vagyis nem azok, de nem panaszkodom, csak nekem vannak kedvesebb képeim ezektől, de lényegében úgy tekintek minden képemről, mint a saját gyermekem lenne, szóval nekem ezek mind kedvesek. És most a hesmadár, azzal kaptam egy díjat, aludjál szépen kis Balázs, a rokonomoknak a kisgyerekét voltam fotózni, egy családi fotózás volt, hogy csináljunk róluk egy pár képet, és akkor jó, akkor legyen egy ilyen is, és az tényleg olyan volt az a kép, hogy az falra lehet tenni. Török Zoltán idén mintegy 40 képpel nevezett a pályázatra. Hát lényegében egész évben fotózok, mert nálam ez egy szenvedély. Nem is azt mondom, hogy hobbi, hanem inkább egy szenvedély. Szóval nem kocsmázok, nem cikizek, nem őzök, hanem fotózok. És lényegében majdnem, hogy minden evő vagyok. Szóval minden csendéletek, tárgyak, városi képek, modellek, szóval minden érdekel. És próbálok nem úgy fotózni, hogy most meglegyenek róla a képek, hanem legyenek róla jó képek. És ha nem sikerül jó képet csinálnom, akkor hiába van 100 kép egy fotózásról, akkor annyi, hogy nem mutatom meg senkinek. Csak ami azt mondom, hogy kicsit különlegesen. A pályázat harmadik kategóriájában a természeti jelenségeket és a hajdunánási tájakat megörökítő alkotásokkal lehetett nevezni, melyben Enciné Varga Andrea Széthúzás című műve kapta az első díjat.
A lenyűgöző hajdunánási kötődésű és ihletésű fotókból nyílt kiállítás január közepéig megtekinthető a Művelődési Központ galériájában. Városi alsótagozatos helyesíró versenyt rendeztek december 11-én a Bocska István Általános Iskola Magyar Úti Intézmény egységében. A versenyt minden évben megrendezik az alsós tanítónénik, melyre meghívják a Református Általános Iskola legjobb helyesíróit is. Gyerekek, szeretettel köszöntünk benneteket a Városi Helyesíró versenyen. Minden intézményegységből és a Református Iskolából is eljöttek a másodikosok, hogy összemérjék az erejüket. Hagyomány már a Bocskai István Általános Iskolában, hogy minden év decemberében Városi Helyesíró versenyt rendeznek az alsós tanulók számára a Magyar Úti Intézményegységben. Idén, december 11-én délután 2 órára érkeztek a gyerekek, osztályonként 2, hogy bizonyítsák a magyar nyelvben való jártasságukat. Nagyon régóta mi vagyunk ennek a szervezői, ennek a helyesíró versenynek, és ugye ez városi helyesíró verseny, és minden intézmény egységünkből szoktunk kérni kollégákat, akik elkészítik a feladatlapokat, és mivel városi, ezért meg szoktuk hirdetni, a református iskola diákjait is elhívjuk. Minden évfolyamról 2-2 főt szoktunk várni. Így most is 35 gyerek vesz részt második, harmadik és negyedik osztályból ezen a versenyen. A gyerekek már hetekkel előtte elkezdik a felkészülést a tanítóik segítségével, akikkel a verseny típus feladatait oldják meg, így derül fény arra is, kik vesznek részt a megmérettetésen. A tanítóknak, főleg akik a magyar tanítják, azoknak szoktunk küldeni egy kis tájékoztatót, hogy milyen témájú, milyen típusú feladatokra számíthatnak, és akkor ezekből ők készülnek órákon az ügyesebb gyerekekkel, és akkor majd kiválogatják belőlük azokat, akiket el is hoznak a versenyre. A verseny során feladatlapot töltenek ki a gyerekek egy tolbamondás leírása után, mely az általános iskolai tananyagra épül. A feladatokat az iskola alsós tanítói állították össze, s ők is javítják majd ki. És eltűnt a fák között. Tolbamondás van, amit ugye a kezdet, vagyis a legelején lediktálnak a tanítónénik, és utána pedig egy feladatlapot, ami általában ilyen 8-10 feladatból álló kis feladatsor, ugye teljesen a másodikas, harmadikas és negyedikes osztálynak megfelelően állítottak össze, és ezt fogják megoldani. A feladatlapok kijavítását követően a karácsonyi ünnepségen kerül sor majd a verseny eredményhirdetésére, ahol a legjobban teljesítő tanulók könyvjutalomban fognak részesülni. Akik összeállították, ők szokták kijavítani, és hát most az eredmény hirdetés, vagyis hát már ez is évek óta mindig a karácsonyi ünnepségen, a karácsonyi műsoron szokott végbe menni, tehát akkor szoktuk kiosztani, könyvjutalmat szoktak kapni az első 3 helyezett, másodikba is, harmadikba is és negyedik osztályba is. Most pedig kérem tekintsék meg, melyek voltak a mai Nánási Krónika eddigi témái. Sajtótájékoztató keretében köszönte meg a választópolgárok aktivitását a nemzeti konzultációban való nagyarányú részvételt Tiba István országgyűlési képviselő. A Honvédelmi Minisztérium 6 történeti intézet és múzeum pályázatán Hajdunánásváros önkormányzata jelentős összeget nyert a köztemetőben lévő hősi parcellában található hadisírok rendbetételére és egy emlékjel felállítására. Lakossági fórumot tartott az önkormányzat a lakótelep külső és belső területének megújításával kapcsolatban. A 600 millió forintos beruházás keretében a lakótelep teljes belső területét, ezzel együtt a körülölelő szervízutat is felújítják. Idén már 10. alkalommal hirdette meg a Nánás Prokultúra Nonprofit Kft. A hajdunánási fotópályázatot, melynek ünnepélyes díjátadójára ez alkalommal is a városnapján került sor. December 11-én rendezték meg a Városi Alsótagozatosok helyesíró versenyét a Bocska István Általános Iskola Magyar Úti Intézményegységében, melyen idén 35 gyermek vett részt. Most pedig kérem tekintsék meg, mivel várjuk Önöket műsorunk hátra lévő részében. Karácsonyi ünnepség a Segítséggel Élők Alapítványának ellátottjai részére. A nyugdíjas pedagógusokat köszöntötték a Bocska István Általános Iskolában a Csillagszóró programon. A Magyar Vöröskereszt hajdunánási területi szervezete karácsony alkalmából megajándékozta a szociálisan rászoruló családok gyermekeit.
kiosztották a Nánás Angyala elnevezésű jótékonysági karácsonyi gyűjtés adományait. Karácsonyi ünnepség a Bocska István általános iskola Kőrösi Csoma Sándor kollégiumában. 3 hétvége, 2 helyszín és több mint 900 gyermek, ez volt idén a Hajdúvárosok labdarúgó torna. A már hagyományosnak mondható télapó köszöntő és egyben karácsonyi hangulatú találkozóra várták a Segítséggel Élők Alapítványának ellátottjait a Dorogi úti nemrégiben átadott intézményben. Ezúttal is a Hajdúdorogi Szivárvány Hagyományőrző Egyesület tagjai készültek egy megható karácsonyi műsorral, amit nagy figyelemmel és érdeklődéssel kísértek végig az ellátottak és a meghívott vendégek. A műsor végére megérkezett a várva várt nagyszakállú Mikulás is, akit nagy örömmel fogadtak az otthon lakói és az ellátottak. Mindenki kapott egy-egy csomagot. Az otthon lakói verssel, énekkel köszönték meg a vendégek műsorát és a kapott ajándékokat. Hagyomány már a Bocska István általános iskolában, hogy szép ünnepeink előtt a nyugdíjas dolgozók köszöntéséről sem feledkeznek meg. Így van ez minden év decemberében is, hiszen a születés ünnepe a legszebb egyházi ünnepünk hangulata, a gyerekek öröme rájuk is szóródik, csak úgy, mint a csillagszóró apró, sok kicsi fénye. Decemberben ünneplőbe öltözik a lelkünk, nem csak a házak, a szobák, de az iskolák hangulata, zörejei is mások. A gyerekek tanítóikkal együtt lázasan készülnek a karácsonyra, arra, amit szinte minden ember a Földön a legteljesebb lelki felkészültséggel vár. Vár, hiszen az advent időszakának megélése is ezt diktálja. Várakoznak a születésre, a fény győzelmére. A gyerekek miatt még az a felnőtt is örül, aki egyébként azt gondolja magában, mire kell várnunk, hiszen eljön minden időben, ha akar. Csillikné Szólát Júlia, a Csillagszóró program szervezője azt tűzte ki célul, hogy a nyugdíjas kollégák is átérezzék azt az ünnepi hangulatot, amit munkájuk során több évtizeden keresztül érezhettek a gyerekek közellétében. Az ez évi ünnepi találkozásra december 14-én került sor hagyományosan a Bocska István általános iskola óvoda úti intézményegységének aulájában. A volt dolgozók közül nagyon sokan elfogadták a kedves meghívást, és örömmel mentek el találkozni egykori és jelenlegi kollégáikkal. Örültek egymásnak és a meghitt fogadtatásnak. A Magyar Vöröskereszt hajdunánási területi szervezete egy bensőséges karácsonyi ünnepségre látott vendégül 25 hátrányos helyzetű gyermeket. A gyerkőcöket az összejövetelen a Mikulás is meglátogatta, aki természetesen ezúttal sem érkezett üres kézzel. A Magyar Vöröskereszt hajdunánási területi szervezetéhez csillogó szemekkel érkeztek meg a gyerekek a karácsonyi adományosztásra. A karácsony közeledtével rengeteg helyen kezdenek ajándékok, feleslegessé vált holmik és megunt tárgyak gyűjtésébe, hogy azoknak a családoknak és gyerekeknek is örömet tudjanak szerezni, akiknek nem biztos, hogy kerül valami a fa alá vagy az ünnepi asztalra. A helyi iskolákkal, intézményekkel, vállalkozókkal felvették a kapcsolatot a Vöröskereszt munkatársai, így rengeteg adomány gyűjt össze. A karácsonyi adománygyűjtésünk már október végén elkezdődött. Iskolákban kezdtük meg a gyűjtést tanárelnökeink segítségével. Kiértesítettük a iskolák igazgatóit, tanárokat, plakátokat helyeztünk ki az iskolában az adománygyűjtésünkkel kapcsolatban. A karácsonyi ünnepségünk az december 15-én került megrendezésre. Hajdonási 5 iskolából 5 fő gyereket, tehát így összesen 25 fő gyereket vártunk az ünnepségre. Az összejövetelen a karácsonyról egy gyönyörű verset hallgathattak meg a gyerekek. Minden ember szeretettel borul földre imádkozni, az én kedves kis falunkban a messiás boldogságot szokott hozni. Templomba, hosszú sorba indulnak el ifjak, vélek. Az én kedves kis falunkban hálát adnak a magasság Istenének.
mintha itt lenne a Nagyisten szent kegyelmes súgna, szálla. Az én kedves kis falunkban, minden szívben, csak szeretett lakik máma. A Hullapályhez című dallal a Mikulást is be tudták csalogatni a kicsik. Tudtátok a kedvenc számomat, ez a kedvenc számom. Ó, hát annyira örülök neki. Valami fickó van itt, ez a műkinek ez a fekete doboz van a nyakába. Van itt egy rejszalva szánkó ide kint, az összes ajándékot hozza vele, legyen szívem. Az összeset, mert úgy döntöttem, hogy mindet itt vagyok. Jó napot kívánok, szeretettel. Lejövök már egy kicsit, jó? Lejövök. Kedít javuk. Miután megérkezett a Mikulás, együtt énekeltek. A Mikulás egyenként szólította a gyerekeket, mondott pár kedves szót, és átadta a megérdemelt csomagokat. Azt írták, szorgalmas, fegyelmezett órákon, odafigyel, maradjon mindig ilyen. Második eosztály is. Melyik a kedves tantárgya? A matek? Hát ennek örülök. Fogad szeretettel. Csúlya, Valéria! Bátrabb az órákon. Tanuljon ugyanilyen szorgalmasan, legyen mindig ugyanilyen jó. A sárga madzagban a nyakában ne játszol a Mikulás előtt. Ja, ezt csak én találtam ki. Tessék, hogy az egészségben. Nem szeret tanulni, de szívesen játszik. Én nem fogok jövődetek. Tessék, hogy az egészségben. Jövőre is előjön? Na, én is megígérem akkor nektek, hogy jövőre is eljövök. Ti pedig ígérjétek meg, hogy nagyon jól fogtok tanulni, és nagyon jól fogtok viselkedni. És akkor talán még nagyobb ajándékot fogok hozni. Szervusztok, szervusztok! Sziasztok, sziasztok! A gyerekek egy kis uzsonna után kiválaszthatták az asztalon sorakozó ajándékok és játékok közül, ami a legjobban tetszett nekik. A gyerekek nagyon örültek az adományoknak, ahogy minden évben. Nagyon sok játék gyűlt össze, illetve könyv adományunk érkezett. Támogatóink segítségével csomagokat is tudtunk a gyerekek számára összeállítani. Az adománygyűjtésnek köszönhetően 25 kisgyermeknek már biztosan szebb lesz a karácsonya, hiszen kiválaszthatta azt a játékot vagy könyvet, amit szeretett volna, és ami sajnos másként nem kerülhetett volna a fa alá. óta szervezi a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a hátrányos helyzetű gyermekek megsegítésére karácsonyi adománygyűjtő akcióját. Ebbe a gyűjtésbe kapcsolódott be immár második éve a Nánás Angyala elnevezésű akció, amelyhez a város széles rétege csatlakozott és bekapcsolódott adományai révén. Ebben az évben 150 hátrányos helyzetű gyermeket ajándékoztak meg az ifiházban megtartott karácsonyi ünnepségen.
A Család és Gyermekjóléti Szolgálat 2002 óta a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát szervezi, illetve magát az adományosztást bonyolítja le, és a Nánás Angyala most már azt kell, hogy mondjam, hogy második éve megrendezésre kerül, de maga a városi önkormányzat már harmadik éve gyűjti az adományokat. Ezen kívül minden egyes intézmény megmozdult, míg 10 évvel ezelőtt általában csak a vállalkozók voltak, akik adományoztak, nagyobb cégek, akár városunkról kívülről is, most már egyre inkább azt lehet érezni, hogy a város lakossága fog össze és gyűjti az adományt a hátrányos helyzetű gyermekek számára. Míg 10 évvel ezelőtt körülbelül 200 gyermek került adományozás során megajándékozásra, most ebben az évben 150 gyermek, tehát kevesebb a veszélyeztetett és a hátrányos helyzetű gyermekek száma, akiknek adományt gyűjtöttünk. Nagyon nagy értékű adományt gyűlt össze, és szeretném külön köszönetemet kifejezni a főszervezőknek. A Nánás Angyala gyűjtő akciót a Városi Önkormányzat dolgozói szervezték, dr. Szombati Ágnes, illetve Pálóci Boglárka, és külön köszönetemet szeretném kifejezni Csillikné Szólát Júliának, aki pedig összefogta és szervezte a Bocskai Általános Iskolában a gyűjtő akciót, és szeretném megköszönni mindazon városi lakosoknak az adományát, akik megkeresték a Család és Gyermekjóléti Szolgálatot, és támogatták adományukkal ezt a rendezvényt. Külön köszönettel tartozom Hadad Imrének, aki a gazdaság és iparfejlesztésért kapott városi kitüntető díjának teljes összegét erre a rendezvényre ajánlotta fel. Úgyhogy mindenkinek nagyon szépen köszönöm. Az adomány az körülbelül egy olyan 2 millió értéket képvisel összesen, amit a lakosság és a vállalkozók hoztak el részünkre. Ebben vannak gyümölcsök, elsősorban mandarin, narancs, kivi, ezen kívül gyümölcslevek vannak, csokoládé, szaloncukor hatalmas mennyiségben, ruhaadományok érkeztek, könyvek, rengeteg plusz játékot kaptunk, életkornak megfelelően cipődobozban szintén rengeteg adományt kaptunk a gyermekek számára, hogy ezzel is minél inkább boldogabbá és meghittebbé tegye a város lakossága ezeknek a gyermekeknek a karácsonyát. A Bocska István Általános Iskola Körösi Csoma Sándor kollégiumában minden évben megünneplik a karácsonyt. A kollégista diákok izgatottan készülnek erre a napra, hogy egy műsor keretében átadják a becsomagolt szeretetüket. Az est folyamán meggyújtották az adventi koszorún a gyertyákat, amellyel meghitt hangulatot teremtettek. A kollégium dolgozói és diákjai a karácsonyi műsorukat mindig összekötik a szilveszterrel is. A diákok ebből az alkalomból egy általuk választott színdarabbal készültek. Az idén a pedagógusok egy meglepetés műsorral fokozták a hangulatot. A műsor utáni karácsonyi vacsorát Hajdun-Enesváros önkormányzata biztosította a gyermekek számára. Ez már a 12. volt a sorban, már ami a Hajdúvárosok labdarúgó tornát illeti, amelyet a Nánási Focisuli Egyesület szervez meg minden évben, szorosan kapcsolódva a városnapi december hónaphoz. Idén is óriási érdeklődés mellett bonyolították le a tornát, amely 3 hétvégén keresztül várta az ifjú labdarúgókat, óvistól a kamasz korosztályig. Köszönöm!
Ez már a 12. volt a sorban, már ami a Hajdúvárosok labdarúgó tornát illeti. Mint minden évben, idén is számtalan csapat képviseltette magát a rendezvényen, ami azt jelenti, hogy több mint 900 gyermek focizott a hétvégéken. A keleti régió egyik legnagyobb tornája, ahol közel 86 csapat, illetve 900 gyerek versenyez. Azt mondhatom, hogy nagyon szívesen jönnek ide vissza a csapatok, mert egy nagyon jól szervezett, összehangolt, egy gyors lefolyású tornának szokták titulálni, és azt mondják, hogy jövőre biztos, hogy itt vagyunk. A tornát idén is három helyszínen bonyolították le 7 korosztállyal, a 2006 és 2011 között született gyermekek részvételével. A csapatok között számos nagy klub is képviseltette magát. Balmazújváros, a DVTK, Loki focisuli, Bozsik Akadémia, Nyíregyháza, Eger, Mezőkövesd, Budapestről voltak csapatok, AC Villám, FC Budapest, szlovák, illetve román csapatok. A városi sportcsarnokban, illetve a maklári iskolában volt. A maklári iskolában mindig a csoportmérkőzéseket szoktuk, a döntőket pedig a sportcsarnokban át szoktuk vinni. A résztvevők maximálisan elégedettek voltak a szervezéssel, és a rendezők is pozitívan értékelték a maguk mögött hagyott hétvégéket. Idén volt egy korosztály, ahová az érdekesség kedvéért új elemeket is becsempésztek. Most volt egy újításunk a 2006, illetve 2007-es korcsoportban. Ott például futszállabdát vezettünk be, hogy lassabb legyen egy kicsit a játék, a gyerekek jobban tudjanak mozogni a pályán, a figyelés, ugyebár a futszállabda az lassítja a játékot. Ez nagyon tetszett az edzőknek, illetve azt mondhatom, a szülők is azt mondták, hogy végre egy olyan torna, ahol a futszállabda játszik, és ezért mondták, hogy ezt a következő tornákban is, illetve más csapatoktól is hallottuk, hogy majd ők is be akarják ezt vezetni. Ebben a korosztályban pedig a Nánási Focisuli Egyesület az egyik legjobb eredményét ért el. Két csapata közül az egyik a dobogóra is felállhatott, igen nívós ellenfelek mellett. Azt gondolom, hogy nagyon erős volt a mezőny, mivel már a csoportban olyan csapatokkal találkoztunk, hogy a Debrecenből a DSC csapata, illetve a Budapestről az AC Villám futszál csapata volt. Igazából az első meccset azt egyből megnyertük. Az nagy arányú győzelem volt, utána az AC Villámmal játszottunk a csoport elsőségért, amit egy óriási küzdelemben nyertünk meg, és kivívtuk a csoport elsőséget, így a legjobb négybe kerültünk, ahol a Mezei Villnek a csapatával kellett megküzdeni, sajnos ők erősebbnek bizonyultak. Ugye ez egyen nagyobb korosztály volt, tehát a 2006-os korosztály, tehát így is egy nagy eredmény, hogy odáig elértünk, sőt a harmadik helyért pedig meg is tudtuk nyerni ezt a mérkőzést. Amely parás hangulatú volt, hiszen végül büntető párbaj döntött a miénk javára a Hajdúdorogiakkal szemben. Nagy küzdelem volt, ami után még édesebb volt a siker a gyerekek számára. Mi nagyon elégedettek vagyunk, a gyerekek nagyon örültek, hogy ilyen nívós csapatok ellen játszhatnak, és tudják megmutatni a tudásukat, úgyhogy mind a gyerekek és a szülők is egyaránt nagyon elégedettek voltak. És a Nánási Focisuli Egyesület komplett vezetése is, akik eredményes évet zártak 2017-ben, és már javában készülnek a 2018-as eseményekre. Azt mondhatom, hogy egy nagyon jó évet zártunk. Véget ért a tornánk, volt először a nyári torna, utána most ez a téli torna, lassan a bálnak, a focisuli bálnak a tervezését, előkészületeit kezdjük meg, illetve a minden korcsoport lezárja ezt az évet egy vacsorával, egy bulival, ki hogy szokta. Aztán jöhetnek az ünnepek és a jól megérdemelt pihenés. Egy év múlva pedig remélhetőleg immáron a 13. Hajdúvárosok labdarúgó torna. Műsorunk végén kérem tekintsék meg, melyek voltak a mai Nánási Krónika témái.
Sajtótájékoztató keretében köszönte meg a választópolgárok aktivitását, a nemzeti konzultációban való nagyarányú részvételt Tiba István országgyűlési képviselő. A Honvédelmi Minisztérium 6 történeti intézet és múzeum pályázatán Hajdnánásváros önkormányzata jelentős összeget nyert a köztemetőben lévő hősi parcellában található hadisírok rendbetételére és egy emlékjel felállítására. Lakossági fórumot tartott az önkormányzat a lakótelep külső és belső területének megújításával kapcsolatban. A 600 millió forintos beruházás keretében a lakótelep teljes belső területét, ezzel együtt a körülölelő szervízutat is felújítják. Idén immáron 10. alkalommal hirdette meg a Nánás Pro Kultúra Nonprofit Kft. A hajdunánási fotópályázatot, melynek ünnepélyes díjátadójára ez alkalommal is a Városnapján került sor. December 11-én rendezték meg az alsó tagozatosok helyesíró versenyét a Bocska István Általános Iskola Magyarúti Intézményegységében, melyen idén 35 gyermek vett részt. Mikulás ünnepséggel egybekötött karácsonyi ünnepséget rendeztek a Segítséggel Élők Alapítványának ellátottjai részére. A nyugdíjas pedagógusokat köszöntötték a Bocska István Általános Iskolában a hagyományos csillagszóró programon. A rászoruló gyerekeket ajándékozták meg a Vöröskereszt munkatársai, ahol az összegyűjtött adományok közül választhattak játékokat az ifjúváros lakók. Kiosztották a Nánás Angyala elnevezésű jótékonysági karácsonyi gyűjtés adományait, idén 150 hátrányos helyzetű gyermek karácsonyát tették szebbé a szervezők. Megrendezték a hagyományos karácsonyi ünnepséget a Bocska István Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor kollégiumában. Az ország minden pontjáról érkeztek csapatok a Hajdúvárosok labdarúgó tornára, a három hétvégét felölelő rendezvényen több mint 900 gyermek rúgta a labdát. Mai műsorunk végére értünk, én munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra!